Dragan Vukmir azt mondta, hogy el kellett hinni, hogy igenis képes a csapat nyerni. Ennyi múlik? Bízni kell abban, hogy megy? Hát ez a mese oldala, úgyhogy maradjunk ennyiben. Persze, hogy bízni kell, de nem ezen múlik. Akkor mi nem a mese része? A valóság az volt, hogy 5 gólt tudott rúgni a csapat, és eddig talán a góllövéssel állt hadilában erre a múlt hétvégén, és most 8 gól van a csapat mellett. Igen, hát ma ez egy nagyszerű meccs volt egyébként. Mind a két csapatnak nagyon kellett a győzelem, és nagyon akarta a győzelmet. Én úgy gondolom, hogy a játékosok kiadtak magukból mindent, és ez meglátszott a pályán. És a nyilvánvaló, hogy ilyenkor azért vannak a mérkőzésnek fontos momentumai, amik eldöntik a mérkőzést. Ami csodálatos, 2 gólt rúgtunk 10 perc alatt, vagy nem tudom mennyi alatt. És kiegyenlített az ellenfél, és mindjárt a második félidőben is sikerült gólt szereznünk. Míg nem 4-2-nél a Debrecen kiadta a tizit, úgyhogy ezek nagyon fontos momentumok, de úgy érzem, hogy a csapatunk nagyszerűen játszott, és megérdemelte a győzelmet, akár ilyen arányban is. Akkor ez a bizonyos kulcsmomentum Hegedűs védése volt? Az egyik kulcsmomentum az volt, de hát természetes volt néhány kulcsmomentum a mérkőzésen. Amit úgy gondolom, hogy akik a tévéképernyő előtt is nézték a meccset, ezeket a kulcsmomentumokat élvezhették. Köszönöm szépen, élveztük, és sok sikert kívánok a további munkához. Kondás Elemérrel folytatjuk a mérkőzés kiértékelését. Néhány szót vált még a két vezetőedző, aztán rövidesen itt is van mellettem a Debrecen vezetőedzője. 15 meccses veretlenségi sorozat megszakadt. Gondolom, hogy nem a megszakadás ténye a fájóbb, hanem inkább, hogy ilyen arányban. Sose foglalkoztunk azzal, hogy milyen sorozat van, vagy bármi történik. Ezzel most sem foglalkozunk. Én azt mondom, egy nagyon jó meccs volt a mai. Kár, hogy ilyen vége lett. Nem jól kezdtük a mérkőzést, kaptunk 2 gólt, abból föl tudtunk állni fél időben, teljesen rendben volt. A második fél időben megint ugye szögletből egy kipaton labda után kaptunk gólt, aztán utána nem rúgtuk el a labdát. 4-2-nél ott volt a büntetőnk, sajnos ez volt ma jellemző ránk, ami mi nem tudtunk belőni, az ellenfelünk igazából mindent ki tudott használni, és így sajnos a mai napon vereséget szenvedtünk. Igen, egyszer fel tudott állni a csapat 2 gólos hátrányból, másodszorra erre már talán nem maradt erő, vagy mi nem maradt? Nem, az erővel nem hiszem, hogy probléma volt. Ugye ott volt 4-2-nél a büntető, a Tibi belövi még mindig lett volna hátra egy jó negyed óra. Én úgy gondolom, az adott volna egy plusz energiát a csapatnak, és ugye utána azt kihagytuk, abból nem sokkal pedig kaptunk egy gólt. Ez demoralizáló volt mindenképpen. És még utána is ugye az Ibrahim a közelről mellé rúgta, de jellemző volt az, hogy a büntető után kipattanó labdát sem tudtuk bekotolni, abból pedig ott volt előttünk. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ma igazából nagyon sokat hibáztunk, és ezért tudott az ellenfelünk ennyi gólt lőni. Ez nem szokott ránk jellemző lenni, ugye ez a mai napon sajnos így történt. Van, amikor azt mondják az edzők, hogy esetleg jókor jöhet egy pofon. Lehet ebből majd úgy pozitívan kijönni, hogy most úgy észbe kap a társaság, hogy azért nagyon oda kell még figyelni, hiába nagy az előny? Az az igazság, a vereség sosem jön jól. Az, hogy észbe kell kapni a társaságnak, nyilván vereségből kell tanulni, és a hibákat ki kell javítani.